Ha szeptember, akkor kutatók éjszakája. Idén is országszerte, kora délutántól késő éjszakáig ismerkedhettek a látogatók a kutatói munka szépségével és izgalmával. Az ingyenes programok során megtudhatták, hol és hogyan dolgozik egy kutató, milyen kihívások érik és hogyan küzdi le a nehézségeket. Az eseménysorozat minden korosztály számára igyekszik bemutatni a kutatás és fejlesztés fontosságát és vonzóvá tenni a kutatói életpályát. A Pécsi Tudományegyetem valamennyi kara rengeteg programmal várta az érdeklődőket. Mint az a helyszíneken kiderült, a kutatók munkáját állatok is segítik. Gyakran dolgoznak együtt például kutyákkal, akik fantasztikus dolgokra képesek. Önkéntes jelentkezünk Ildi, aki a bújó ember lesz, és őt kell majd neki a kutyának úgymond lekövetnie, tehát megpróbálni megkeresni itt az adott területen. Monroe egy másfél éves nyomkövető, illetve a mentőkutyásoknál egy nyomkövető kutyatanonc, tehát neki majd az lesz a feladata, hogy később eltűnt embereket keressen meg, vagy esetleg a rendőrségen segítsen elkövetők felderítésében. Alapvetően egy olyan feladatot fogtok látni, ahol Ildi majd úgymond megcukkolja a kutyát, ez azt jelenti, hogy megmutatja neki a disznósajtot, amit ugye említettem, hogy Monroe ezzel motiválható, és utána elfut, Monroe-nak pedig le kell követni őt az adott nyomvonalon. Nem biztos, hogy a kutya ugyanazon a nyomvonalon fog haladni, amin Ildi, mert ő a szaglása miatt értékeli az egész környezetet, tehát az is lehet, hogy tudja azt, hogy nem kell egy kört pluszban beiktatnia, hogy megtalálja Ildit, hanem céltudatosan oda fog rohanni. Az egészen apró érdeklődők egészen apró élőlényeken végezhettek látványos kísérleteket. A foglalkozás során beleleshettek az egysejtűek csodálatos világába, lehetőségük nyílt az orvosi szempontból legfontosabb baktériumok és gombák megfigyelésére, megfestésére, mikroszkóp alatt történő megvizsgálására. Ezeket a baktériumokat megpróbáljuk az embertől függetlenül tenyészteni, méghozzá mesterséges tártalmon. A legegyszerűbb tenyésztés az az úgynevezett húsleves, ezt valóban úgy kell elképzelni, mint ahogy ott van mindenki is, hogy a levesporokat, meg a reklámból. Mi is megvesszük a levesporokat, csak egy nagy dobozokban, amit ott hátul láttok, hozzáadjuk a vizet, feloldjuk, és ugye sokaknak szokták leginkább a nagyomán mondani, a betegek vagyunk, mit kell lenni? Húslevest. Mert ugye tele van vitaminnal, tápanyaggal, ez igaz a baktériumra is, nagyon gyorsan elszaporodik. Ha láttatok már otthon megromlott húslevest, az úgy néz ki, hogy megzavarosodik, az a baktériumok elszaporodnak benne, tehát így lehet őket szaporodni. Nem is gondolnánk, de az állatok még az olyan területeken is nagy segítségükre lehetnek a kutatóknak, mint például az agykutatás. A központi idegrendszer kutatása egy egészen új irány a Szentágotai János Kutatóközpontban. Ezen belül például az Alzheimer-kort komolyabban is vizsgálják. Ehhez kapcsolódóan egereken végzett viselkedésvizsgálatokat, memóriateszteket mutattak be a közönségnek. Ez a Radial Armaze teszt, ez a sugaras útvesztő teszt magyarul. Itt azt mérjük, hogy a rövid és a hosszú távú memóriája mennyire jó ezeknek az egereknek. A 8 karból 4-be elhelyezünk élelmet, illetve jutalmul szolgáló kicsi cukorgolyócskát, és 4 napjuk van ezeknek az egérkéknek megtanulni, hogy melyik karokban van és melyik karokban nincsen cukor, és az okos egerek megtalálják nagyon gyorsan, megtanulják és nem térnek be olyan karokba, ahol nincsen táplálék. Míg az Alzheimer kóros egereknél ez nem működik ilyen jól, ekkor sokszor tévesztenek, és nem azokba a karokba mennek, ahol a jutalom van, ami nekik ugye tanulás során eljuthatott a memóriaközpontjukba, hogy ott van az élelem, és így tudjuk mérni végül is ezzel a teszttel a memóriájukat. Az egerek éjbőrrel megúzták a kísérletet, míg a macik már kevésbé. Szerencsére a műtét szimulációhoz csak plüssből készült medvéket használtak az orvostanhallgatók és kis vendégeik. Aki pedig igazán körültekintő volt a kutatók éjszakáján, még kihalt állatokkal is találkozhatott, melyeket a 3D nyomtatás innovatív technológiája keltett életre. Ilyen közreműködéssel már is izgalmasabbnak tűnik a kutatók világa.